háromszoros Munkácsi díjas grafikus érdemes művész könyvillusztrátor Vürcz Ádám Tamásiban született 1927-ben. A tankerületi igazgató fejében fogalmazódott meg az ötlet, hogy egy életnagyságú szobor készüljön a grafikussal, ami méltó helyen a róla elnevezett iskolába kerülhet. Az intézmény többféle formában is őrzi a művész emlékét, tudtuk meg a Vürcz Ádám általános iskola és alapfokú művészeti iskola igazgatójától, Gasparics Lászlótól. Én úgy gondolom, minden tamási szülöttjének egy emblematikus ember, híres ember, és büszkék vagyunk, hogy az ő nevét viselhetjük, köszönhetően a családnak a támogatásával. Június 2-a a művész úr születésnapja, akkor tartjuk meg a már hagyománnyá vált Vürcz napot. Ez sajnos az idei évben a vírus okozta helyzet miatt elmaradt, akkor szerettük volna avatni a szobrot is, de itt a létszámkorlátozás miatt nem lehetett, ezért esett a választás szeptember 1-ére a tanévnyitó ünnepéig utáni percekre, illetve hogyha bárhol végig megyünk az intézménybe, akkor a tulajdonképpen az ő szellemisége jelenik meg a művészeti iskolánk által készített rajzokon, festményeken. A tanévnyitó leleplezett fából készült embernagyságú alkotás a bejárat mellett egy emelvényen őrzi vigyázó tekintetével az iskolát. A szobrot Márki József és Lőrinc Ferenc fafaragó művészek készítették, akik sok kutató munka után kezdték el faragni ezt a kocsányos tölgyet, ami több mint egy tonnás fadarabot jelentett, mielőtt kifaragták a szakemberek, mondta Márki József, fafaragó. Az volt a kérés, hogy egy az egyes méretarányba legyen, teljes életnagyságúba. Hát utána jártunk, mert én nem ismertem Vürcz Ádámot személyesen, utána jártunk itt a helyi irodalomban, megkerestük a róla készült fotókat, megbeszéltük a megrendelőkkel, hogy milyen pozíciót szeretnének, és akkor egyeztettünk, készítettünk róla egy rajzot, ami a szentírás, és hogyha a megrendelő jóvá hagyja, akkor utána az a minta. A támogatásoknak hála, ezután nem csak felirat és különféle alkotások formájában szembesülünk Vürcz Ádámmal, ezután életnagyságú szobra fogadja az iskolába érkezőket. Amikor idehozza nekünk egy teherautó rakodógéppel, leteszi itt az udvaron fekve azt a rönköt, hát akkor kimérjük legelőször is a derékszöget az alján, kimérjük hozzá a talapzatot, utána a testnek a magasságát, és utána elvágjuk a talapzatnál. A talapzat alatt azt a vízszintest, ami derékszögben, hogyha talpra állítjuk, akkor ne az legyen, hogy dől jobbra-balra, vagy előre-hátra, és utána lelapoljuk az elejét, hátulját, oldalait, akkor utána a sarkokat levesszük, kialakítjuk a fejnek a helyét, itt még mindennek csak a helye látszik. És amikor már ez is megvan, akkor jönnek el a nagyolóvésők, majd tisztázóvésők, majd a finomvésők. Csiszolóvászon ez az.